így össze szerintem baromi jó dolog kijönni, bringázgatni egy kicsit az erdőbe. Hát, erdő relatíve, földutakon megyek éppen, és ilyenkor mindig tök jól néznek ki a fák, a tájak, ez a kopárság, ez a lehullott levél, viszont ez már korán sem olyan szívmelengető. Egyszerűen mi a redvás Isten folyik itt? Egyszerűen vannak olyan emberek, akik nem minősülnek semminek, még élőlénynek sem minősülnek, hogy ilyeneket művelnek. Most próbálhatnék jelzőket találni, hogy ezek az emberek mind férgek, patkányok, métejek, de nem, mert még a patkány se hagy maga után ilyet. A patkány simán csak szaporodik, szanaszét szarja a környezetét, de nem termel olyan hulladékot, ami nem lebontható és nem szórja szét az erdőben. Úgyhogy ilyen lényekkel vagyunk nem lények. Ezek mik? Mihez hasonlítsam az ilyen embereket, akik ezt művelik? Nem tudom, átoknak? Nem, még az is túl kedves jelző. Na mindegy, attól függetlenül irány a természet. Hát, alig haladtam pár métert, egy újabb csudaság tárult szemem elé. Nem tudom, mi volt a koncepció. Remélem nincs benne ember. Valami csöves ott alszik, vagy valami hulla. Nem, be lehet itt nézni. Na jó. Hát nem igazán. Hát, ez is gondolom ide nőtt. Csak mit ültettek el? Egy matchboxot, hogy ez nőtt belőle? Na mindegy. Irány tovább. Magányos gumi tengeti ódon napjait nekidőlve ennek a fának. Egyetlen barátja ez a piros, fogalmam sincs mi, és van egy kitaszított sörös doboz még. Ez egy igen szomorú táj. Te emberek, ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Ez, tudjátok mi? Ez egy Trabant tető. De nem is ez a lényeg. Nem azért vagyok ennyire fennakadva, hanem, hogy 11 éves koromban, amikor hó volt, erről a kis dombról szánkáztunk le ezzel a Trabant tetővel, tehát mikor is? 19 évvel ezelőtt. És én most nem tudom eldönteni, hogy mi a nagyobb csoda. Az, hogy ez a Trabant tető, ez 19 év múlva is itt van látható helyen, nem nőtte be a fű. Egy földút mellett, egy központi út mellett itt van a Trabant tető, és nem foszlott szét, és senki nem vitte odébb. Egyszerűen ez felfoghatatlan. 19 éve rohad itt ez a Trabant tető, és amikor mi idejöttünk 11 évesen, már akkor is ugyanitt találtuk, csak akkor egy kicsit följebb volt. Szánkózgattunk rajta, mert amúgy a havon tök jól csúszott, és szerintem fogtuk, és itt hagytuk. És ez lassan 20 éve itt van. És emlékszem, hogy hát jó pár éve, akkor már 19 voltam, amikor jöttem erre, és már akkor is csodálkoztam, hogy azt a ennyi év távlatával még itt van ez a csoda, de hogy még mindig itt van, ez a világ csodája és kudarca is egyben. Ez amúgy egy brutálisan jó ösvény, egy iszonyatosan jó ösvény. Most egy kézzel tekerek, úgyhogy remélem nem fogok taknyolni. Jaj. Mert nagyon hepehupás út, tehát ezt a crossmotorosok alakították ki így, mert itt nagyon rendszeresen crossmotoroznak. De nem tudom, hogy mitől lesz ilyen, tényleg ilyen hullámvasútszerű, ilyen huplis, hogy föl, le, föl, ó, jaj, nagy eltaknyoljak. Na, ó, oké, inkább ezen nem kockáztatom meg az átkelést. Tehát ezt a crossmotorosok így csinálják, hogy kerékkel kikapartatják ezeket a kis lankákat, vagy annyit mennek rajta, hogy ez magától alakul ki, így, vagy nem tudom. Minden esetre a fölfelé nem is, de lefelé tiszta sebességgel ezeken a kis hullámzásokon kegyetlen jó lejönni bringával. Na itt aztán az ember kiélheti ősemberi mi voltját. Double kill! Multi kill! Mega kill! Ultra kill! A husáng ereje! Headshot! Karanténedzés. Kardió. Ezt nekik. Killing machine.
Rampage. Monster kill. És mielőtt bárki vandának tartana, ezek már régen kiszáradt növények, ezeknek szépen el kell pusztulnia. Hát mire ezt az egészet lekaszálom, addigra szerintem a nap is lemegy, már most is lemenőben van. És az a baj, hogy már most rohadtul megizzadtam, és akkor még hazatekerni ilyen hót izzadtam, az nem annyira kellemes, de hát mindegy, az edzés meg volt mára. Nagy örömömre ez a vadászlás még áll. Bárhogy nézem, nincs valami kicsattanó állapotban. Tinédzser koromban sokat túrázgattunk erre. Hol kéne megközelíteni, na mindegy. Át a sustjáson. Ha jól emlékszem, még firkálgattunk is. Rejája. Na jó, csak bírt ki. Ezt még bírt ki, amíg fölmegyek. Ne dőlj össze alattom, mert most kórházakba nem engednek be. Holmi nemű törésekkel. Na. Ó, igen, itt vannak az írások. De miért nincs vaku? Hogy kell vakuzni? Na, kinek volt mi? Kinek volt ennyi esze, hogy ide rakja ezt a lest? Mit lát innen? Igen, ezt még én rajzoltam be. De igazából kicsit talán elhamarkodva mondtam, mert végül is ezt a domboldalat belátni innen. Aztán az, hogy itt mennyi disznó, meg ilyesmi mászkálgat, azt szerintem a les elhanyagoltságából látszik. Mert hogy bizony eléggé rozog a... lenne szakadj, haver. Na jó, mindegy. Lényeg, hogy ez is áll még. Aztán, ezek aztán vészjósló kis deszkák. De annak mi az ettől függetlenül? Most hogy remeg a lábam, hogy nagy leszakadjon adtam. Azért egy építészeti bravúr ez a les. De ki tudja hány éve lett, hogy már 30 éve itt van. És ezek az ágak, amik egyetlen kis nyomvat szöggel, nagyon nem, mert két darab szöggel vannak beszögelve. És nem is valami vastag, és szét szarrá van korhadva az egész. És még mindig bírják. Miféle fa ez? Nem tudom, de jóféle. Azt az erét mennyire zöld már. Úgyhogy tök jó Windows XP háttérkép cosplayezik. Összehasonlítva ezzel. Ja, azért látszik a különbség. Jó öreg bringám, ez is megélt már rengeteg nagy taknyolást, meg mindent. De összelós, úgyhogy továbbra is kedvencem. Ilyet már nem is nagyon gyártnak szerintem. Összelós bringek manapság hót drágák. Hú, basszus, egyre sötétebb van. Na mindegy, ezen a tanyán forgatták a Torinói Ló című filmet. Ez nem vicc. Emlékszem, hogy ezek a villanyoszlopok rá voltak maszkírozva, egy ilyen fa skin volt rájuk rakva. És nem tudom, mennyire látszik, megpróbálok zoomolni, bár már tök sötét van. Ott van maga a Torinói Ló. Vagy ez egy tehén, vagy én nem tudom mi. Na mindegy, szerintem ennyi volt már a kamerázgatás, mert bár még baromi sok út van hátra nekem, egyszerűen besötétedett, úgyhogy ott rohadjon meg. Kotlik a cica, kotlik. Milyen lény fog ebből kijönni? Egy olyan tyúk, aminek tollai szőrszálba végződnek, és csőre bajszokat növeszt. Mi a végcélod ezzel, cica?